Magyarország legnagyobb könyves ünnepének a környékére érkeztünk, ezért lehet az, hogy a Victoria Garden Hotel és étteremben berendezett alkalmi stúdiónk díszlete bővült, mert hogy Tomaszowski Anita könyvtár igazgató a mennyi 400 ezer könyv van a könyvtárban, a Móricz Zsigmond könyvtárban? Ból elhozott néhányat, és hát döntően azoktól, ahogy láthatják a szerzőket, akik valamilyen módon kötődnek majd a Nyíregyházi Megyei Fesztiválhoz, akkor kedves igazgatónő, vegyük sorjába a jövő heti történéseket, nem a könyvhéttel kezdve, hanem a felvezető két nappal. Így van, kísérő rendezvényként hozzánk érkezik az Arany 200 busz a Petőfi Irodalmi Múzeum jóvoltából, tehát június 5-én és 6-án 8-tól 18 óráig az Arany 200 busszal találkozhatnak az érdeklődők, irodalombarátok és a középiskolás korosztályt várjuk elsősorban. De ugye ráadásul izgalmas formában, tehát nem pusztán arról van szó, hogy három kép, egy könyv és egy kézirat, hanem ahogy ez már illik, interaktív, digitális. Interaktív, manuális foglalkozásokkal érkezik meg a busz, méltóan emlékezve Arany János születésének 200. évfordulójára. Hol parkol majd kedden és szerdán? Kossuth téren, a Városháza előtt, nem lehet eltéveszteni. És amikor, igen? És ezt követi majd június 7-én az ünnepi könyvhét. Tehát a busz kitolat szerdán, csütörtökön épül a színpad. Így van, megépül a színpad, és átveszi a helyét az ünnepi könyvét, a díszlet is megújul, Versetlibe öltöztetjük a Kossuth teret, és ünnepi hangulatot varázsolunk olyan fesztivál jelleggel, és június 7-én 14 órakor megnyitjuk az ünnepi könyvetet. Závada Pál Kossuth és József Attila díjas író, költő lesz a vendégünk. Gratulálunk, nagy név! Így van, nagyon kedvelt és elismert, ugye mindenki ismeri a Jadviga párnája című könyvét, melyből film is született 2000-ben, úgyhogy nagyon várjuk már vele a találkozást, akivel Karádi Zsolt beszélget majd. Ezt követően több helyi íróköltő is a vendégünk lesz a háromnapos Kossuth téri ünnepen. Amit kiemelnék, az Dániel András, aki a kufli történetek írója, tehát leginkább a családokat, gyerekeket, óvodásokat, kisiskolásokat várjuk majd. Ez a Móricz Zsigmond könyvtárban lesz, tehát a kamarateremben. Ezt a Kossuth térre nem tudtuk kivinni. Illetve vendégünk lesz Rácz Zsuzsa, aki szintén nagyon népszerű író, több mint 140 ezer könyvet adott el, úgyhogy nagyon várjuk vele a találkozást, vele az a 2018-as Aranyanyú díjas Kecskeméti Zsuzsanna beszélget majd. Vendégünk lesz Lakatos Levente, aki szintén nagyon-nagyon népszerű, fiatalabbaknak a Szigor sorozat írója, ő is több díjban részesült már, úgyhogy nagyon várjuk a találkozást, és természetesen minden évben próbálunk megújulni, és a írókkal, költőkkel való találkozás mellett társművészeteknek is helyt adunk, és zenészek, együttesekkel is találkozhatnak, ilyen az Elefánt Zenekar, vagy Kávészünet Együttes, vagy a Helyi Tünet Együttes Női Dimenzió Zenekar, tehát minden korosztálynak és célcsoportnak próbálunk kedveskedni ezen a pár napon. Hát, ha valaki még nem járt arra, vagy már nem emlékszik, mert olyan régen volt, hogyan képzelje ezt a csütörtökön, pénteken, kora délutántól egészen kora estig tartó időszakot, meg a szombat délelőttet? Aki a Kossuth térre érkezik, először is egy könyvkapun keresztül fog belépni a ünnepi könyvhétre, és Versetlibe öltöztetjük a Kossuth teret. Tehát a kollégák vers cetlikkel, vers idézetekkel díszítik fel a környező fákat és növényeket. Ez nagy díszítés helyett most helyett, versek. Így van, nagyon-nagyon népszerű. Ezzel is a könyvekben lévő információkra és értékekre szeretnénk felhívni a figyelmet. Történt ugyanis olyan, hogy
egyik rendezvényünk után az összes cetli eltűnt, tehát ebből gondoljuk, hogy valakinek nagyon tetszett, így népszerű lesz az olvasók körében. Hát, ha nem a THG munkatársai voltak szorgalmasak. Higgyük azt, valaki hazavitte, igen. Mi ebben bízunk. Ezen kívül természetesen a szokásos kísérő rendezvényeinkkel is találkozhatnak, tehát ezen a héten június 4-e és 11-e között ingyenes a beiratkozás valamennyi könyvtárunkban, illetve Amnestia hetet is tartunk, tehát aki elfelejtette időben visszahozni a könyveket, azt most elfelejtjük mi is a késedelmi díjat, és megteheti, behozhatja, illetve ingyen elvihető könyvekkel, kézműves foglalkozásokkal, kamaszokat, kamasztérrel, tehát kivisszük teljesen a könyvtári szolgáltatásunkat, könyvkötészeti bemutatóval, könyvszobrászati bemutatóval is várjuk. A Lego ember is a vendége lesz az ünnepi könyvhétnek, és még nagyon sok érdekességgel. A igazgatónővel készült egy beszélgetés a mai friss nyíregyházi naplóban is, úgyhogy én nyilván tudok róla információkat, de mégis mi az üzenete vagy célja ennek a most már majdnem 9 évtizedes rendezvénynek, amit több mint 6 évtizede rendeznek Nyíregyházán is? Ugye elsősorban a kortárs irodalom népszerűsítése, a könyvkiadók, klasszikusan a könyvkiadók ünnepe, és ezen belül az olvasók ünnepe, és magának a könyveknek az ünnepe ez, melyet ki kell vinnünk a közvetlenül az olvasók közelébe, és ilyen szép nyári, tavaszias időben kellemesen lehet találkozni közvetlenül, kötetlen formában az írókkal, költőkkel, dedikálásra lesz lehetőség, könyvvásárlásra, közös fotókészítésére. Tehát az a célunk ezzel, hogy a könyveket közelebb vigyük az olvasókhoz, az írókat szintén közelebb vigyük az olvasókhoz, hiszen ennek ez a lényege. A könyvtárak átvették ennek az ünnepi könyvhét rendezésének a szerepét, nagyon sok városban a könyvtárak a főszervezője az ünnepi könyvhétnek. Ezzel az a célunk még, hogy bemutassuk a könyvtáraknak a sokszínűségét, hogy a könyvtár már nem olyan, mint a hagyományos értelembe vett könyvektára, ettől sokkal több információt és pluszt tud szolgáltatni, mint hogy a mi küldetésnyilatkozatunkban is benne van, érték, élmény, inspiráció. Azt szeretnénk, hogy értékkel, információkkal gazdagodjanak a lakosok, az állampolgárok, értékeket és élményeket vigyenek haza minden nap, nem csak az ünnepi könyvhéten, hanem az év többi napján is, és inspirálódjanak. Tehát az információkkal, a tanulással töltött időből kapjanak pluszt, amit a könyvtárak úgy gondolom, hogy a 21. században hivatottak betölteni. Na tessék, és itt van erre a következő hét, ami ezt csak erősítheti. Kedszerdán busszal, utána pedig színpaddal. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!